egyszerre a YouTube-ra? Nem. Ja, de hogy nem, minden, menj a frankon. Egyébként tehát single playerben már elindítottam egy párszor, és tudom, hogy így lenyomva tartom, és ha elég ideig tartom lenyomva, és utána fölrántom, beindul. És, de nincsen neki mutatója, fordulatszám? Nem, nincs. Nincs. Addig, amíg nem megy a motor, addig nem látod. Elvileg hallod, hogyha nem jár mellettem a másik gép. Vagy hogyha mondjuk vagyok annyira intelligens, hogy becsukom az ablakot például. Várjál. Egyébként a TF-en is így vagyok, hogy 10-ből 4-szer be tudom indítani ugye a manuálba, és a többször meg nem indul be, és mindent ugyanúgy csinálok, tehát ahogy le van írva a procedúra, aztán sokszor vágok, akkor beindítom ilyen automata scripttel, aztán már megyek. Nekem az az volt a bajom, hogy beindítottam, és egy fél perc után meg leáll. Pont elkezdtem taxizni. Érdekes. Na, kicsit elmegyek, hogy ne zörögjek a motorhanggal. Jól maradtam az akciókkal, most pedig várhat a fél évet. Milyen akció? Ja? Hát volt itt. Szeptemberben szerintem simán lesz, amikor kijön a izé. 5.1, vagy 1.5. Hát úgy legyen. Most már csak azért is beindítom manuálisan. Akkor egy mondan szánk helyünk 33-asra. Pont szembere fizikrafira. Multiban még mindig nem lehet kontraszt állítani. Még mindig nem. És helyzetileg az újban sem lehet majd. De hogy ezt miért nem lehet, én ezt nem fogom megérteni. Menjél! Yes! Beindult! Ki van itt az 51-esben mögöttem? Én. Oké. Okay. Szólok, hogy nem tudom vezetni ezt, tehát a földön nagyon nehezen megyek vele. Én egy kicsit úgy szoktam, bár nekem nincs pedálom, csak joystickom, hogy teljesen hátrózom a sticket, és ugye akkor a farokfutómű az rögzítve van, és akkor a kerékfékekkel fordulok sokkal egyszerűbb. Én is úgy csinálom, csak... Ja, hát játszani kell a gázzal, az biztos. Igen, tehát így speciál most nem látom, hogy ki van, hogy mennyire vagy előttem, mert rohadt nagy ennek az orra. Felszállok, ne legyen nagy zavar a reptére és a pályán, jó? Jó. Ezt nem értem. Mi a tökömért tör ki? Ne, semmit nem tör ki, és elmegy egyik oldalra.
Melyik gép? Mustang. Kimaradjuk a hátsó futó, és akkor elkezd menni össze-vissza. Én nem küzdök el ez. Oké. Igen, amikor joinol valaki egy új repülőbe, az mindig lelassítja a szervert, és nem értem, hogy milyen. Be kell tölteni a textúrákat. Ja. Ja, és ez egy... Legnagyobb bajom ezzel a Dórával, hogy így semmit nem látok ki a pilóta fülkébe. Tehát akkora az orra. Igen, ez még ráadásul a hosszított változat. Igen. Hál' Istennek. Mögötted vagyok, Foxy. Oké, akkor állj be egy irányra, és akkor összeállunk hozzád kötelébe, jó? Jó, megyek most utána, ha így tartod. Kicsit gyorsíts, egy kicikét. 33-assal vagyok. 400-al megyek. Biztos utána nem jössz? Nem szerintem biztos. Utána jön. Akkor igen. Ja, te vagyod, oké. Akkor 29-essel állj be egy irányra, és akkor...
Ki merre van? Én Raptor fölött várom, hogy Raptor fölött vagyok. Nagy nehezen sikerült fölemelni a gépet. Ilyen élesen fordulsz, viszont kérdés. Jó, látlak. Pittyeg is. Mennyivel mentek? Én 300-zal most. De... Te vagy a 33-as, hogy mi ez? 29-es? 33-as vagyok. Így bászik, hát ez így... Szegény Dóra nem fogja bírni itt kapkodni a lábát elég, azt hiszem. Akkor kérlek, vegyem előre a Mustangból, és akkor beállok egy, mit tudom én, 300 mérföldre. Annyit bír a Dóra is bőven, sőt, még az még gyorsabb is, mint a Mustang. Na, most már fölgyorsultam, hogy egyenesbe kiraktam, csak forogtam jobbra-balra. De csináljunk még egy balkért, hogy föl lesz az átadni. Akkor csinálok még egy fölt, így van a Raptor felé, jó? Ajaj. Felém jött? Ja nem, most mentek a Raptor felé, oké. Okay. Itt vagyok mögötted, körülbelül 5 óra, 7 óra irányába, bocsánat. Áthozok a Raptor felett, jó? Kicsit lassultok már, mert gyorsultam már. Merre vagy, Zoli? Mögötted. Illetve mögötted van egy... 27, 9, nem tudom ki az, és a mögött. Ok. Jó, így a sebesség? Nekem jó. Jó, akkor átmegyünk a másik Raptorra, hogy mit tudom én egy kis gyakorlásképpen, hogyha ez megfelel. Oké. Okay. Bocsánat, csak kikapcsoltam a fegyvereket, hogy nehogy véletlenül előjék valakit. Nem értem, miért kapcsoltam be. Na mindegy. Ne vedd le, légy szíves a cipődet. Akkor beálltam a 300 mérföldre, jó? Jövök, csak... Kb. 500 km per óra, nagyon durván. Magasság jó, vagy följebb menjek egy kicsit? Nekem jó ez a magasság. Nem állítottam be a légfékemet, baszki. Gyorsít csak egy kicsit, vagy jó az így? Nekem jó, de gyorsíthatunk is. A Mustangon milyen módon állítottva a végcsavart modulatszám? Ugye van a hatatóerő szabályzó a joystickomon, ugye bal oldalt van az a kar, hogyha benne ülsz, és a page down-nal tudom visszavenni a fordulatot. A nyomás az meg a felső műszer. Tehát az a lényeg, hogy mind a kettő a zöld közelében legyen, bár igazából a
az a monitor pressure, az általában nekem olyan 45-50 között van, mikor gyorsítok. Az alatta az RMP, ugye a fordulatszám, azt meg visszateszem majdnem a zöld végére, tehát olyan 27-re. És akkor általában nem szokott megállni a motor. Jó, köszönöm. Kicsit fordulok balra. km/h a sebességem durván. Nagyjából az enyém is. Trim meccsen állítottam be, basszus. Alacsonyan áthúzunk a reptér felett, jó? Oké. Okay. km/h-ra megyek. Kb. 400 mérföld. Kicsit süllyedek. Süllyedek és gyorsulok. Kerek 400 mérföld. Csinálok egy bal fordulót, jó? Közben megemelem az elejét egy kicsit. Valaki gondolja, mehet lídernek előre. Per pillanat irányítással nem tudom még ezt a repülőt. Úgyhogy... Kicsit felmegyek magasabbra, jó? Azt áthozunk a hegyek fölött. De ha úgy csináltunk mást is egyébként, csak szóljatok. Nekem ez most jó. Ezt is kell gyakorolni, nem? Ja. Átlag Zoli. Megyek én elől, ti meg beállt a két oldalnál. Oké. Oké. Oké.
Mennyivel megyek az őnekre? Látom 25-es lejjelben. Megyek 500-zal. Melyik géppel vagy? 33-assal. Dobok infrát. Ok, látom, kösz. Hol lejjebb vagy, mindjárt jött. Köszönkéntesen, gyere 6 óránba. Lefővel előttem még meg fölöttem. Na most valaki megy előttem szépen a kék géppel. Dobj egy infát. Oké, utánad megyek. Na akkor milyen szervert keresse? DCS magyarok. Nagyjából beállítottam az alapokat. Hol lehet túlzón beállítani például? Csoda. No zones nem enged, az Axis Tune az fekete, amire rákapott. Az Axis... Hát jelölt ki azt az Axis-t, amit no zone-olni akarsz. Jaha. Való. Gyermes. Hát elvileg nulla a dead zone-ja, de rohadt meg. Nem bírja a kis csipó. Akkor csinálok egy balkot. Nem, megyek utánad, csak... 500-an megyek a sok. Nem. Hol vagy, Hunter? Gépek után megyek egy 100 méterre. Hogy csökkent a négyet arra. Itt vagy nálam 3-9 óránál, oké? Okay. Látlak, Zoli. Oké. Okay. Most flárelt éppen a... Tadám! Ügyes vagy. Nem tudok fékezni. Gyere előre valami légy csavarosra, mert nem megy, úgy látom. Van még egyszer?
valamelyik légycsavarossal gyertek előre, mert ez így nem megy. Jó, akkor megyek előre, jó? Itt vagyok neked jobb oldalt, azt hiszem. Többiek már vannak? Szerintem én elhagytalak titeket. Vagy alattam vagytok, de nem. Megvagytok. Megyek jobbra. Gondoljátok, le is szállhatunk a reptéren, aztán lehet, hogy nekem kéne váltani egy órára. Az pont jó lenne, mert kéne 2 perc átrohanni a asszonynak segíteni valamit. Most mondta, hogy valami kell. Ok. A navigációt ebben még abszolút nem vágom, tehát egy órában semmiféle. Azon kívül, hogy tudom, hogy kell bekapcsolni a fegyvereket, semmi nem tudok róla. Van ezen egyáltalán légfék? Tehát ez airbrake? Hát ha megnyomod az air betűt, tudod, a flapszel nagyon lefékez, tehát akkor rögtön leteszi a legnagyobb fokozatba, le is kell tolni az elejét, akkor viszont brutálisan lefékez. A flaps a fékezi, lapát? Igen, nincs semmi. Gondolom, az nem szereti a nagysebesség. Hát nem. Beragadsz, akkor törik, gondolom. Ő kettővel nem repültek az újjal. Sokkal jobban meg van csinálva. Mivel? Hát az új Ő kettő. Azzal sokkal jobban tudnátok ilyen gépekkel repülni, mert ez itt bagy így. Hát szerintem az nem ilyen, de a Tom tudna erről inkább bővebben tájékoztatást adni. Mert ők nagy ilyen fanok, de hát ugye a DC-vel is repülnek. Hát én aztán az Ő2-t is volt, tehát azok ott igazán megvannak csinálva a gépet. Szerintem ebben sokkal realisztikusabb, mert én már próbáltam egy párszor. Na mindegy, nekem jobban fejlődik a DC-vel. A izét, a Cliff of Dover-t? Így van, így van. Hát azt az elején kiadták még nagyon nagy bétába. Aztán a Team Fusion csinált hozzá mindenféle módot, helyre rakták egy kicsit. Most az jó egyébként, a Battle Over Stalingrad egész jó lett, csak az a bajom vele, hogy az annak is ugye minek után keyboard egér, stb.vel is játszható legyen, ezért nagyon árkád. Aha, értem. Nem mind a Wild Thunder, mi? Nem Sheet Thunder, de azért valahol ott, hogy így mondjuk mit tudom, mint például az F-15 az A-10-hez képest. Tehát így minden oké, minden megy, minden tök jól működik, minden ugyanúgy fizikailag működik, ahogy kéne. Ups! De... Én akartam, hogy levelidek egymást így. De nem, tehát így nem... Nem az igazi. Na nézd már, kaptad a pontot is. Mi van a másik 27-esben? Leszállunk kötelékbe? 27-essel. Mi van? Szerintem... Hefig szét. De itt vagy teljesen? Lehet, hogy nem. Egyetlen a csoportba való. Hát akkor én leszállok. Én is leszállnék, és szerintem én crash-elni fogok, nem? Tehát nálam a leszállás ezzel az első próbálkozásom, amit most látsz, úgyhogy... Ezzel nem egyszerű egyébként, nekem olyan 10-ből 5-ször összejön, sajnos. Próbáljátok ki a 21-est, nagyon kemény.
Mekkorát pattam, bazdmeg! Még látni a légcsavart is, amit fából van, teljesen jó. Kerék nincs kint. Nekem? Igen. Most már nincs. Figyelj, landed, tehát így... Ahhoz képest, hogy életemben először landoltam ezzel, egész jó. Tehát úgy értem, nem roppant darabokra például. Így van, egyébként nagyon durva vele leszállni szerintem. Igen, rájöttem. Na mindjárt jövök. Hallod, Hunter? Legközelebb, hogyha helikoptert is raksz bele, akkor start from ramp, vagy start from runway, mert 4000 magasan indítva. Kicsit meglepődtem. Nem baj, elkaptam, csak nem számítottam rá, hogy majd be lesz indítva. Vagy át kell írni a nevét, tehát hogyha belepsz ilyet, akkor át kell írni, hogy így mit tudom én, 6 inert, tehát hogy így tudjam, hogy amikor beszáll, vagy tudja az ember, amikor beszáll, tudod, hogy, izé, hogy ez most live is. Most föl fogsz kezdeni a levegőben. Milyen hidegben mi van? Nem akar melegedni nagyon. Melyik? Melyik DR-t? DR-51? Igen. Preheater megvan? Már beindult. Akkor várjál még egy kicsit. Egyébként ti milyen joystickot használtak, most akarok venni egy újat. Hát erre nem néztem oda, hogy merre megyek. Nekem még mindig a sima Logitech, ez a Forza 3D van, a Pro vagy miatt nekem, mert hát egyenlően jó. Néztem most, ami Saitek van, abban ilyen olcsó, ami igazából jó, csak már egy szép egy-két gomb. Egyik ismerősöm most vett egy ilyen Thrustmaster T1600-as, amiben már ilyen mágneses szenzorok vannak, tehát elvégre soha nem fogik ki a potméter, mert ugye nem az van benne, és azt mondta, hogy nagyon jó. Hát nekem a Warthog van Thrustmastertől, és csak ez. Hát, jó. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. De hát az már árban is nem. Hát elkérik az árat, igen. Ez most olyan, mint hogy a... aztán D500-es formán. Mert egyébként Thrustmaster nagyon szavazó. Jobban otthon vagyok. Kormány? Igen. Melyik? Én abból volt a neve valami flatsos volt, nem volt pedálja, tudom. Z-hajtású volt. Nagyon dicsérték, de én ezt nagyon gondoltam. Úgy nálam.
kb. 27 erő. Mi ez a NASA festés ezen a Huey-n? Direkt ugyattam be. Tök jó. Viszont van rajta izé, haha. Chef, Blair, úgyhogy ezeket ki is dobáljuk. Urán dobáljuk. Szavasz! Na jó, van felszállva. A NASA tudósító helikopterem, mond mesélni, hogy mit jelent. No pressure, csak... kamerák összözőben. Ebben az órában viszonyatos erő van egyébként, főleg ezt a plusz teljesítményt rányom. Jaja. A Mustang elbújhat mellette. Ez vízbefecskendezés? Igen. Mondjuk azt nem... Egy csak elfogyott a felhajtó erő. Nem tudom, mi történt. Fogjuk a nagy melegre. Azaz. De hogy ilyen nekem nincs. Pedig fullon volt az izé. És nem sík volt. Fullon volt a tork. Vagy a kollektív. Lehet az is a baj. Nem baj, hoztam új krút. Hát tudod, ők az igazi feláldozhatók. Milyen jó hangja. Na, az a színes kell átszázva. Sok be. Azaz. Nekem is megvolt, aztán alattam, mert egyszerűen majd nem volt hozzá türelmem, de nagyon nehézkes volt vele a repkedés, főleg így sima joystickkal. Hát azért pedál nélkül ez majdnem lehetetlen. Azért van, hogy állandóan minden valamból van a vállam, aztán egyik srác mondta, hogy érdekli. Négy dolgot kell egyszerre csinálnod, tehát így nagyon durva. És akkor még nem beszéltünk a célzásról, meg az fegyverekről. Legjobb az a felszállás előtt van egy ilyen hover teszt, na hát azt éppen hogy meg tudom csinálni. Szerintem én ezzel nem fogom tudni valakitek tartani a sebességet.
Meredek lesz. Szép. A mozdulatot már csak én teltem a gépet, nem? Mit bír a Huey? Milyen értelemben? Sebesség. Ó, 180 max. Az kilométer, milyen értékegység? Kilométer per órába. De hát az már ezért, akkor már remeg, szétesik. Tudok én olyan lassan menni ettől? Szerintem nem. Szerintem sem. Felszálló sebességed valószínűleg annyi. Na majd kiereztek én ezen mindenki. Már leteszed a flexet talán. Igen. Az mérföld, de mennyi? Nem, bocsánat, csomó, 140 csomó van írva az őben, és 125-nél van egy piros jelzés, szerinted? Ha? Szerintem... Itt meg 500 mérföldnél van egy piros igen. Igen, erről beszélek. Na, miért nem írta, hogy landoltam? Ja, mert ez nem a ezért része, nem a reptér része, mi? Megyek 100 mérföldre. Most megyek 50-nál. Hülyedek is, mint az ára. 60 csomó. 80. Följebb kéne mennem, igazság szerint. És akkor... Száz csomó. Most talán ekkora sebessége csak visz, sajta, ha nagyon neki lendülsz. 110, az a baj, hogy 120-nál nem nagyon akar többet menni legalábbis. Most már lassul a, rotor. Nem merek szép nép sem, én egy headtracker. Van egy világító torony, azt hiszem, hogy délre a reptértől ott fogok elhúzni most, és már pirosban vagyok, és remeg az egész. 130, és mindjárt szétesik. Az a baj ugye, hogy a helikoptereknek van egy limitje, amennyivel tud menni. Nem tud gyorsan, egyszerűen nem tud gyorsabban menni, mert a lapátok különben nem hajt, nem generálnak felhajtóerőt, ha gyorsabban menni. Átépik a hangsebességet, ezt hát igen, széttörik saját magukat. Nagyon libegek. Na, én is. Kettő hatvanban megyek még mindig. És süllyedek lefele. Fordulóba bele akar esni. Egyébként jól tudja.
Vissza tudsz jönni a reptért vele? Aha, jövök. Trimmeltem olyan szépen, hogy... ...240-nél jártak a repsi, tehát én ennél lassabban nem tudok menni a pókával. Látlak. Nyertesesen. Itt vagyok mögötted, Zoli. Oké. Okay. De hát nem tudok olyan lassan lőni. Hátra, jobbra. Jól van. Hát ezt magasabban kéne próbálgatni. Igen. Hát, bátrak vagyok. Miért van, hogy a műhorizontom az így... Tókattan néz, talán vissza. Beállítottad a felszállásod? De hogy állít? Hát ez baj. Akkor lehet az é? Aha. Lehet. Várj, hol a helikopter? Ugye jövök vissza a reptér fölé, csak kis magasságot szerzek, és akkor talán... Megpróbálok úgy... Zuhanó bombázásban, esetleg nagyobb sebességet élek majd a... Itt előttem egy szúszajt. Vagy lóra. Gyanúsabb a sebességből lóra. Full flex-el vagyok, és mondom, hogy 260 sebesség, de nagyon át akar esni mindig. Figyelj, a part mennét én elindulok, most vagyok 2500-on. Part mentén elindulok és adok neki kakaót, ha lezuhan, lezuhan. Legalább megnézik, hogy van. Ja. Várjál. Az 4-kor maladóra. Jaja. Ugye én is füstölöm? Na. Nem látom. Szerintem te is füstölsz, csak nem látod, ja. De ez egy szúszmentett óra egyébként. Megnézd, két hajtó nyugodtan. Jűha. 140 fölött kiakadt, és abszolút kezelhetetlen a helikopter. De megy! Remeg, rezeg. Iszonyatosan el akar fordulni balra. A város fölött vagy? Aha. Jó, reptér. Hát most már a város fölött igen, mert ilyen sebességgel hihetetlen gyorsan odaérek. Akkor megy az. És bevilágított, hogy lassú a... Hát ez nem volt messze. Imádom a Jui hangját, egyszerűen baromi jó. Meg azért, ha megveszed, a menü zenéje. Fú, ez kurva jó. Ön igazi, Vietnám 70-es évek, nagyon jó.
BF-109 is meg van valakinek? Még azzal szemezgetek nagyon, mert azt mondták, hogy az nagyon béta. De ezt még nem vette. Letört a mellig. Szabad? Azt is leestél. Le. Olyan manővereket csináltam, hogy így hopp, most esett le a rotor. Mert tudsz még szállni? Vagy ilyenkor végtelenítve? Hát lezuhantam. Tehát... De ugye, vagy az a gép, ezt be tudod még tölteni, vagy ez olyan hopp? Mert hogy újra tudok be, újra be tudok-e szállni a... Hát ugyanabban, hogy ami a listán. Persze, hát ugyanúgy. Ja? Jó.